Hölgyeim és Uraim, kedves kolléginák! Az én kardom a tudomány, az én pajzsom a munka. Ez a mondat kiválóan mutatja be, hogyan élt és dolgozott a száz évvel ezelőtt elhunyt Hugonnai Vilma, az első magyar orvosnő. Őt is a legfontosabb isteni parancs vezérelte, amely szerint szeressük minden embertársunkat, úgy, ahogy önmagunkat. Ez az ő esetében elsősorban a gyógyítást, az ápolást és az életek mentését jelentette. Hugonai Vilma neve nem csak azért íródott be a orvostudomány történelem könyveibe, mert ő volt az első magyar orvosnő, hanem azért is, mert munkássága, szolgálata, már életében kiemelte őt kortársai közül. Rendkívüli szorgalmát, kitartását, szakma szeretetét arra használta, hogy segítsen, ha kell. Bár 1879-ben sikeresen megvédte disszertációját a Czürichi Egyetemen, és orvosi diplomát szerzett, Magyarországon csak 18 évvel később, 1897-ben avatták ismételten orvosdoktorrá. 1907-ben jelent meg a nő mint házi orvos című munkája, amelyben részletesen mutatta be az emberi szervezetet, a gyermekbetegségeket, valamint a szülés és a betegápolás folyamatait. Az első világháború pusztításainak időszakában tovább magát, elvégezte a rendkívül nagy tudást igénylő és hatalmas megterheléssel járó katonaorvosi tanfolyamot, majd tevékenyen részt vett az egészségügyi ellátás megszervezésében. 14 vidéki város van alapított beteg megfigyelő állomást. A háborúban végzett orvosi tevékenységért kitüntetést is kapott. Kedves kolléginák! Önök eddigi pályájuk során a Hugonnai Vilma példáját követve segítettek embertársaikon, a kórházakban és az életben. Munkásságukkal kiérdemelték, hogy önökre kollégáik példaképként tekintsenek. Köszönöm eddig áldozatos munkájukat, és kérem, hogy szolgálatukat továbbra is Hugonnai Vilma példáját követve végezzék.